Szent István művelődési ház adott otthont az Alba Rége Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozata második estjének. A Fények és Árnyékok című koncerten Mozart művei csendültek fel. A zenekar vendége volt napjaink egyik kivételes tehetségű fiatal operaénekese Szabó Alexa. Zenekari darabból kezdjük és zárjuk a mai estet. A D-dur divertimento az, amivel kezdeni fogunk. Ez egy három tételes, nagyon frappáns és ötletes mű, és ezzel komoly kontrasztot alkot a mű, illetve bocsánat, a koncertnek a második félideje, amit a Kis Bece nevű G-moll szimfónia, a 25-ös számú G-moll szimfónia fog kitölteni önmagában. Ez egyike azon kevés Mozart szimfóniának, ami a Sturm und Drang, egy nagyon heves és szenvedélyes érzelmekkel telített zenei stílusnak a vonzás körzetében készült. Szabó Alexa szoprán, a Zene Akadémia végzős hallgatója számára megerősítést jelent a székesfehérvári meghívás, és az, hogy Mozarttal mutatkozhat be a klasszikus zene barátainak, különleges kihívás számára. Nagyon örültem a felkérésnek, meglepett, de nagyon örültem neki, így, hogy fél lábbal már a pályán próbálok lenni, de fél lábbal még az egyetemen. Mindig óriási öröm, hogyha a zenekarral zenélhetünk. És hát a mozarti zene pedig egy énekesnek a kenyere. Szóval Mozartot énekelni egy énekesnek tudnia kell. És hogyha egy Mozartot valaki hitelesen és szépen tud előadni, akkor az az énekes már nagyon felkészült ének technikailag is, érzelemvilággal is, és zeneileg is. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar újra bizonyította, hogy az átgondolt műsorpolitika, a kérlet elképzelések megvalósítása a felgyorsult világban is komoly vonzerővel bír.